Sziasztok, Nekrokrim vagyok, és engedjetek meg egy apró mondókát. A tehetséges tesz, amit tud, az okos pedig teszi, amit kell. Ezt a mondókát olvastam itt nem messze az egyik metróállomáson, mert hogy ott az egyik dolgozó tag fogja, és szépen minden nap kiír egy bölcsmondást, és jó azért elolvasni, hogy az ember hazajön néha melóból, és fáradtan feldobja a napját, és tegnap láttam volt eme kis kiírást, és ekköré szeretném építeni most videómat, mert hogy megkerestetek levelekkel, és egy igazán megfogott, mégpedig az volt, hogy Call of Duty Black Ops 2-ben a srác nagyon-nagyon jó játékos volt, összejött egy-két swarm is egy játék alatt, hihetetlen stasztok, de itt most valahogy Call of Duty Ghostban nem megy neki a játék, és nem tud pozitív statot csinálni, és próbáljak már meg neki segíteni ebben. Így hát elhozok hozzátok néhány videót, igen, videók lesznek, mert egy komplexebb témáról szeretnék beszélni, és ez csak az első fejezete lesz a dolgoknak. Javaslom, figyeljétek a gameplayt is, mert azt mondom, lényeges a mondani valóm szempontjából, de a végén úgyis lerántom a leplet, hogy miket csináltam, és igyekeztem elérni, és akkor lehet visszatekerni, megnézni. Ez itt egy intro rész, szóval ez azért van, hogy eltereljem a figyelmet, és figyeljetek rám is, hogy miről fog ez szólni, szóval igyekszem segíteni abban, hogyha már kiadtál 15 000 forintot ez a játékért, élvezd, és találd meg önmagad benne, és meglátjuk, hogy mennyire sikerül ezt átvinni egy kicsit az élet területére is, mert sokszor szoktam ugye célzottan beszélni videóimban arról is, hogy találjuk meg önmagunk az életben is, nem csak a játékban. Szóval Call of Duty Ghost, hogyan legyünk jobb játékosok, bele is vágnék. Sokszor én is éreztem, hogy jön az egyik Call of Duty, anyád nekem az új Call of Duty kihívással lesz, hiszen az előzőben olyan teljesítményeket értem el, amiket kevesen, úgyhogy az új Call of Duty-t kirántom kisújból, és eljött az új Call of Duty, és rábasztam, mert kurvára nem ment a játék, mert annyira öntelt és beképzelt voltam arra, amit elértem az előző Call of Duty-ban, hogy egyszerűen nem értettem, hogy miért nem megy a játék, hogy mit rontok el. Természetesen azért megvolt egy hozott tapasztalat, egy tehetség, amit áthoztam magammal az előző Call of Duty-ról, és annak megfelelően ment is a játék, és sokszor első is voltam, vagy második, vagy harmadik, vagy elértem a kisztriket, de nem voltam boldog. Nem éreztem azt, hogy ez nekem úgy megy, ahogy kellene, és makacsul ragaszkodtam ahhoz, hogy én kurvára tudok Call of Duty-zni, és nem, és csak a nyers erőn kívül semmi másom nem volt az elején, csak az, hogy de jó, mert én jól tudok Call of Duty-zni, de nem tudok jó Call of Duty-zni, az új Call of Duty nem ment. Amint visszamentem a régibe, úgy ment, mint a penge, az új meg nem. Miért volt ez? És miért van az, hogy nem érezzük magunkat jól az új játék közben? Nos, akkor elárulom a titkot, lesz itt szó mindenről, de az első szempont az, hogy nem volt célom a játékban. És ezáltal nem volt kihívás, és a kihívás minden. A kihívás nekünk, embereknek minden. Attól pörgünk be, attól kezdjük el jól érezni magunkat, attól kezdjük el érezni, hogy élünk. És kihívás mit ad? Cél. Szóval, kedves levélírók, cél. Célt kell találni. Miért játszol Call of Duty-t? Miért élvezetes neked ez a játék, és mit akarsz elérni benne? És állítsd fel a kihívást, hogy hogyan akarod elérni ezt. Mi az az út, amin végig akarsz menni ahhoz, hogy ezt a célt elérd? Ha ez a kettő megvan, akkor megvan minden már. Gyakorlatilag megvan az az első lépés, ami lényeges, ami elindít, ami felbúztol, ami pörget. Hogyha már ez megvan, a kihívás, megvan a cél, hogy mit szeretnél elérni, de mégsem megy, még mindig nem megy. Azért nem, mert elfelejtett, kedves levélíró, hogy tanulnod kell. Szóval van benned egy nyers tehetség, mert jó vagy, mert tudod, hogy kell, és érzed, hogy kell, de elfelejtesz tanulni útközben. És hogyha el akarod érni a maximális célt, és a kihívást akarod lelni az egészben, akkor nem felejts el tanulni. Fölállítottad a célt, hogy hogyan akarod elérni azt, ez adja a kihívást, a hogyan akarod elérni azt a dolgot, ez feladja a kihívást, és onnantól kezdve jön a tanulás. Mert meg kell tanulnod a hogyan útját. Hogy hogyan akarod azt elérni. És sokan vagyunk, például mint ti is, régóta Call of Duty-sztok, hihetetlen tehetséges játékosokat ismernek, régóta Call of Duty-sztok, és bennetek van egy olyan, egy masszív tudás, hogy nektek már így kijön a kisujjatokból a Call of Duty, és volt nekem is egy ilyen időszakom, és rájöttem, hogy egyre rosszabb kezdek lenni, hogyha nem állítok fel magamnak kihívásokat. És kihívásokat állítottam fel, olyan kénysztrikeket raktam össze, hogy nehéz legyen elérni. Olyan dolgokat próbáltam megcsinálni a pályán, amiket nehéz elérni, hogy egyre nehezebbé tegyen magamnak a játékot, hogy mindig megtaláljam a kihívást, az utat, hogy hogyan érjem el, hogy hogyan csináljam meg a legnagyobb blödséget is akár, és hogyan egyszerűen kreáltam magamnak egy játékban egy játékot. Hogyha ez segít neked abban, hogy elérd a célod, ez egy első tipp. Kreáltam magamnak egy játékot a játékban, fölállítottam azt egy célt, és az utat hozzá, és azt elkezdtem megtanulni, hogy hogyan kell megcsinálni. Mit nyertem ebből? Egy olyan különleges módon láttam a dolgokat, és ez most nem csak játékra igaz, egy olyan különleges módon láttam a dolgokat, amit mások nem láttak, mert gyakorlatilag nem úgy játszottak, mert csak az erőltetett úton játszottak, nem azon játszottak, hogy felállítottak maguknak egy célt, felállították, hogy hogyan érjék el már megvolt a kihívás, és útközben elkezdték megtanulni, hogy hogyan érjék el azt az utat, és ezáltal olyan trükkökre tettek szert, és ezáltal én is olyan trükköket tettem szert későbbi folyamán, hogy újra elkezdtem élvezni a játékot, és ez a gameplay innentől a Stonehaven-t, amit láttatok, ez már ott az. Na és, hogyha már ott elértétek, hogy megvolt a cél, megvolt a kihívás, és gyakorlatilag elértétek a célotokat, kreáltatok magatoknak egy játékban játékot, nem muszáj ezt csinálni, amit én, de nekem ez élvezet. És megkreáltátok azt, hogy hogyan akartátok, és elértétek a célt. A másik nagyon lényeges momentum, és kapaszkodj meg, mert ezt kevesen felejtik el neked mondani az életben, amikor eléred a célodat. Jutalmazd meg magad. Call of Duty ezért nagyon jó ebben, mert megjutalmaz. Killstreakek. Én nagyon szeretem összeszedni a killstreakeket. Szeretek első lenni is, de ez már egy jó régóta nem szempont, mert én játékot kreálok magamnak játékban. De szeretek azért első lenni, de a lényegesebb az, hogy megjutalmazzam magam. Mikor elértem a célomat, hihetetlenül megküzdöttem érte, és kurva jól esik, és rohadt büszke vagyok magamra, akkor fontos, hogy megjutalmazzam magam. És ez a videósorozat majd arról fog szólni, hogy hogyan érjük el a legmagasabb killstreaket azoknak, akiknek fontos a killstreak. Fogunk menni egészen Lokiig, és beszélünk olyasmikről, hogy hogyan legyünk jobbak. És nekem itt az első, ugye, hát SATCOM-tól kezdve mondjuk 7 killstreakig, szóval teljesen mindegy. És ha figyeltétek a gameplayt, az első gameplay, tehát a tudásbázis, az első az intro volt, a második gameplay hardcore mérkőzés volt. Íme jöjjön az, amit összeszedtél az előző Call of Duty-ból. A hardcore-ban könnyen halnak az emberek, használd ki ezt, vegyél le magas sebzésű fegyvert és lődőket távolról, szedd úgy össze a killstreakeket. Ez volt az első lépés, összeszedted a killstreakeket, megjutalmaztad magad a killstreakkel, és érzed, hogy nem az igazi, semmi baj, csinálj egy játékot a játékban. Stonehaven pálya, mit láttatok? Szereztem egy SATCOM-ot, letettem B környékére, mert tudtam ott az ellenfél, SATCOM felmérte a terepet. Összeszedtem gyakorlatilag az IMS-t, felállítottam egy csapdát. A csapda segítségével összeszedtem a 7 killstreaket. És boldog voltam, mert csináltam egy játékban egy játékot, ez volt a célom. És már elértem a célomat, bemutathattam nektek, és ez még egy további boostot ad, hogy mutathattam, hogy lehet élvezni egy játékot másképp is. Itt is mi történik? Free for all-t játszok, csapdát állítottam, és kijátszottam, megpróbáltam kijátszani az ellenfeleket, és megint csak elértem a célom. Cél fontossága. Az, hogy tanulj, hogy megtanuld az új Call of Duty-t, használd a SATCOM-ot az elején, mert fontos. Mert segít megismerni a pályákat. Használd a SATCOM-ot az elején. Ha úgy érzed, hogy jobb vagy ettől, mert ismered az UAV-t, a mozgás, stb., akkor ne használd a SATCOM-ot, de a SATCOM segít megismerni a pályát. Call of Duty Ghost-ban a SATCOM működése. Egy SATCOM egy pálya negyedét méri föl, két SATCOM egy UAV-val ér föl. 3 SATCOM egy gyorsabb UAV-val ér föl, tehát gyorsabban megy végig a scan. A 4. SATCOM pedig már az irányt is megmutatja, hogy merre néz az ellenfél. Szóval ne próbáld az összes négyet te összeszedni, nem fog sikerülni. Nem fog sikerülni, próbálta. Gyakorlatilag azért nem, mert egy SATCOM nem tart annyi ideig, míg összeszeded a másikat és a harmadik és a negyediket, tehát ez egy csapatmunka, de ügyelj a SATCOM-ra és nézd a SATCOM-ot, és segíteni fog abban, hogy jobban megismerd a pályát, és újabb tanács Call of Duty Ghosthoz, itt ez egy lassúbb játék, ez nem Black Ops 2, nem árkád annyira. Lassulj le, itt van időd néha mellélőni, van időd néha megfontolni, hogy hová lépsz, van időt játékot kigondolni, taktikát kigondolni, itt nagyobbak a pályák, és le kell egy kicsit lassulnod, láthatod az egész pályát, átláthatod a történetet, hogy miről is szól ez. Lassulj le, kedves levélíró, és kezdj el egy kicsit többet gondolkodni, mert ez nem olyan pörgős, mint a Black Ops. Itt nem reflexről szól, itt nem csak SMG az uralkodó osztály, és itt másképp kell. Treyarch és Infinity War teljesen más típusú pályákat csinál, szóval itt megfontoltabban is tudsz játszani. Köszönöm a figyelmet, remélem nagyon hasznos volt a videó, tehát tudtam segíteni. És következő videóig, ahol természetesen magasabb killstreakért fogunk menni, és az ahhoz vezető utat igyekszem majd elétek hozni. Szóval köszönöm a figyelmet, sziasztok!